Köszöntök mindenkit a megjelenteket. A helyi választási bizottság 2023. évi szeptember 7-i ülésén. 2019. október 23-án volt egy helyi választási bizottsági ülés, amelyen megállapításra került a 2019-es önkormányzati választás eredménye. Ezt szerint a képviselői mandátumokért 14 jelölt indult, az érvényesen adott szavazatok száma 885 volt. A szavazatok elérésében a következő sorrend alakult ki: Sludné Varga Diana 541, Varga József Endre független 527, Nagy Tiborné független 518, Bognár Barnabás független 491, Gavarcs Zsolt Kálmán Fidesz-KDNP 478, Hegedűs Bernadett független 381, szavazat Grán Csizmadia Tímia független 349, Somogyi Barnabás 347 független jelöltként, Kálmán Attila független jelöltként 342 szavazat, és Szita János független 210 szavazat, Marka József független 188 szavazat, Major Mélyi Jakab György független 133 szavazat, Major György független 100 szavazat, és Lövei Sándor Fidesz-KDNP 77 szavazatot ért el. Ugye ez szerint a sorrend szerint 2019-ben megalakult a képviselőtestület. A 2023. évi augusztus 30-ai testületi ülésen Somogyi Varga Diana megmutatta a lemondását a képviselői mandátumáról, illetve Gavarcs Zsolt Kálmán és Grelné Csizmadia Tímea is, így három mandátum megüresedett. Így az eredmény jegyzőkönyvet elővéve a következő három jelölt belépésére kerül most sor. A következő három jelölt pedig Somogyi Barnabásné független 347 szavazattal, Kálmán Attila független 342 szavazattal és Szita János 210 szavazattal. Előzetesen kimentek a megkereső levelek, amelyben megkérdeztük a jelölteket, hogy indulni, vagy elfogadják-e a most megüresedett mandátumokat, és minden jeleztek vissza, hogy elfogadják. Így most az beléptetésük történne meg a testületi út, a választási bizottság ülésen. Az első határozati javaslat, hát most nem tudom, hogy végig olvassam, mert itt a választási törvény szerint egy nagyon hosszú határozati javaslat és határozat van, itt a négyzetkönyv szerint is, de kérdezem akkor a választási bizottság tagjait, hogy a határozati javaslattal, mely szerint az első határozati javaslat szerint ugye Sludné Varga Diana helyett Somogyi Barnabásné 304 szavazattal lépne be testületbe, tehát hogy ezt a helyi választási bizottság egyhangulag támogatja. Igen. Ez az első számú, illetve második, mert ugye ebben az évben már volt egy választási bizottságos határozat, tehát ez a kettes számú határozat lesz akkor a jegyzőkönyvben. A következő határozati javaslat szerint Gavarcs Zsolt Kálmán helyett Kálmán Attila 342 szavazattal lépne be a testületbe az eredmény jegyzőkönyv alapján. Kérdezem a helyi választási bizottságtól, hogy egyetértenek-e a javaslattal. Jó, akkor ez lesz a hármas számú határozat a jegyzőkönyvnek, és akkor a következő lépés
pedig a következő határozati javaslat szerint Grávé Csizmadia Tímea helyére Szita János 210 szavazattal kerülne be. Kérdezem a választási bizottságban, hogy ez egyetértem. Igen. Akkor ez szerint a 4-es számú HVB határozat szerint Szita János kapja meg a mandátumot, és akkor részükre a megbízó levél átadásra kerül. Felkérem a helyi választási bizottság elnökét, és ez neki annyit volt, hogy a megbízó leveleket adják a testület. Az estét azt majd akkor beteszik jó, a testületi levelet a testület. Igen, igen. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre.
születemben is már előbb ismeretemben fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez üldözek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez üldözek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtarthatom. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtarthatom. A képviselői tisztségemből eredő feladataimat, Csetény fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíten. Köszöntök mindenkit. Most már a kiegészült képviselőtestületre, hiszen most a Csepeli Gyulán 7 képviselőt láttam tartanak. Még mielőtt rátennék a pontok megszavazására, azt gondolom, hogy a kialakult helyzet az egy rendkívül egyedi, több szempontból is. De mégis kicsit visszamegyünk 2019-re, hiszen valamennyien most itt ülünk 2019-ben a választáson voltunk azzal a célra, hogy Csetén települést szolgáljuk, illetve fejlesztjük a községet. A választási hajrák során azt gondolom, hogy többször előfordult az, hogy esetleg méltatlan helyzetbe kerültek képviselőjelöltek, és azt szeretném kérni a jövőben a tisztelt megválasztott képviselőtől, hogy 2019-et azt hagyom magunk, hogyha én az akkori kampánysra bármit bármivel megsértettem volna, akkor azért egy utólagosan is elnézést kérek, mert ahhoz, hogy a tiszta lappal tudjunk indulni, és ezt a következő egy évet normális keretek között végre tudjuk vinni, ahhoz én azt gondolom, hogy egymással szemben korrektnek, jó magatartásnak és együttműködőnek kell lenni. Természetesen a szabályok betartása mellett. Remélem, hogy ugyanígy gondolják a jelenlévők is, és közös célunk az, hogy 2024 választásokig, és még azt követően 3 hónapig ezt a testületet érdemben egybe tartsuk, és a település fejlődését szolgáljuk. Köszönöm szépen! A napirendi pontok a következő a mai nap során. Az első napirendi pont, amikor a képviselői mandátumok kiosztása volt, a második napirendi pont az alkalmazottak megválasztása, a harmadik napirendi pont az ügyeletbizottság tagjának megválasztása, a negyedik napirendi pont a szervezeti működési szabályzat módosítása, az ötödik a belterületi közlekedéssel kapcsolatos döntés, a hatodik a zöld lakóért non-profit Kft. Számára pénzeszköz átadás, a hetedik a szépkúrval köszöntése, 8. csatlakozás a Búza Hungarika ösztöndi pályázatához, 9. iskolák elvételi körzetének meghatározása, 10. az pedig egyéb vegyes ügyek, egy napi rendi pont javaslatom lenne a vegyes ügyekre, gyermeket nevelő családok támogatása, napi rendi pont felvétele. Szeretném kérdezni ezen kívül a tisztelt képviselőtestületet, hogy egyéb napi rendi pont felvétele van a bárkinak javaslata. Igen? Most a iskola kezdési támogatás folyósításának. Jó, köszönöm szépen. Esetleg még valaki? Jó, ha megint nincs egyéb napjelenti pont is, és az itt elhangzott, amit elkövetünk, azt kérem készfeltartásra jelezzük. Igen, mindenki képes szavaz. 7 igen mellett a napirendi pontok elfogadása kerül. Az első napirendi pont az alpolgármester tisztség, az alpolgármester megválasztása, az alpolgármester titkos szavazással kell megválasztani. Én azt mondtok, kérünk nagyon rövid segítséget, hogy ilyenkor számára biztosokat is kell jelölni. Én csak elhozni egy adhok bizottságot, abban 3 tagot, és aki lebonyolítja igazából ezt a szavazást. Most el kell mindenni az ülésnek a bezárását, és akkor titkos szavazással mint el vannak készítve a szavazólapok, és akkor kiosztom.
és gyorsan ezt lebonyolítjuk, és akkor utána visszatérünk már a megválasztott polgármesternek. Jó, mielőtt bezárjuk a most így az ülést előtt, a polgármester elmutatja, hogy mit, miért javasol? Nem kell most, még előtt egyeztetni, hogy segítségpolitikus szavazással tehát a javaslatot azt elmondhatod, hogy nyilvánosan is, hogyha gondolod, de minket köszönöm. Én szeretném, mert jó. A tisztelt képviselőtesteti tagoknak megküldésült az alpolgármester személyre kapcsolatos javaslat a polgármesternek. A legfontosabb az az, hogy az alpolgármester helyettesíti polgármester, illetve támogatja feladatai elvégzésében. Többször előfordul az, hogy hivatalos ügyeket is intézni kell, a hatósághoz kell elmenni, vagy bármi ezzel kapcsolatos teendő, ezért a választások során több szempontot is figyelembe vettem. Természetesen azt mondom, hogy kinek, a legfontosabb, kinek olyan a munkaidei lehetősége a szakképzettsége mellett, hogy képes arra, hogy esetleg napi, heti rendszerességgel ügyeket intézzen Veszprémben, hiszen mi Veszprém bármelyéhez tartozunk. Figyelembe vettem azt is, hogy ilyen tapasztalatom van a település működésében, illetve az elmúlt időszakban, az elmúlt években a testrendfüggéseken való aktív szerepe az, hogy valósult meg. És én azzal a javaslattal fordultam a tisztelt képviselőtestülethez, hogy a Sudni Vardagián a helyére Bognár Barnabás képviselőtársunkat szavazzuk meg. Szeretném kérni a tisztelt jelenlévő képviselőtestületi tagokat, megválasztott képviselőket, hogy segítsék az alpolgármester munkáját, hogy az alpolgármesteri tisztséggel támogatják majd a jelöltemet. Alapvető szükség van az alpolgármester feladat ellátása, hogy olyan személy, aki képes lesz az előttünk álló sok-sok feladatban az én támogatásomra, napi ügyek ügyintézésében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Most ugye lezártuk ezt a részt, és akkor elmondjuk ezt a videót. Szeretnék csak kapni, amennyi most a
ilyen célra folyósítsa a önkormányzat havi rendszerességgel, vagy amire meghatározott. Jó. Viszont ez mellett a költségvetésre 48.163 forint lesz, ezt ugye az mellett még megkapott. Tehát akkor nem lehet megkapni. Jó, akkor aki ezt elfogadja, azt kérem készfeladatást jelezzen. Tartozunk. Jó, a bizottság, javaslatom, hogy a bizottságot adjuk el látására Somogyi Barnabásné. Ja, tehát majd javaslatot, itt is el kell engedni, nem? Oké, akkor kérdezem először is, hogy Somogyi Barnabásné elfogadja ezt a felkérést. Köszönöm, hogy jó, köszönöm szépen. Akkor aki egyetért ezzel, kérem készletetésre. Ha igen, tartozkodtunk. Jó, nincs egy tartozkodás. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pont, a szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló határozat. Itt elkészült egy terv, ugye jelenleg a jegyzői feladatoknak van nyilvántartva az utat. A jegyzői feladatokra átruházott volt az utakkal kapcsolatos döntés. Ugye itt ennek egy módosítása készült el, hiszen azért vannak ilyen extrém példák, és ezt mondjuk én szeretném is egy kicsit jobban megérteni, hogy aki gyakorolja, vagy a képviselőtestület gyakorolja ezt a fajta jogot, akkor ez azt jelenti, hogyha az egyik mellék utcánkban építkezés van, és az építési anyagot, amit a térművet lerakják az útnak vél, ami az útnak része, akkor a képviselő testületi döntés kell vagyok gondolni. Hát, tehát a polgármesterre ruhászik, hogy mondja át a testület, a jegyzőtől a polgármesterre. De ez az előterjesztés célja az, hogy ugye mi ezt beszéltünk csak azért, hogy hogy a polgármester ruházának az az előterjesztés úgy tűnik, mint hogyha nem a polgármester ruházának, hanem a képviselő testület ruházának. Tehát az átruházott hatást a polgármester is gyakorolhatja, ezt most a testület döntse, hogy most ez képviselő testületi hatáskor marad, akkor is a polgármester írja alá, de ha átruházik a polgármesterre, akkor is a polgármester írja alá. Jó. Vettem néhány egyszerű példát ezzel kapcsolatban, csak hogy pont ma is volt ilyen eset, hogy lesz egy hálózatfejlesztés a faluban, és az EON telefonál, hogy hova rakhatja le az oszlopokat. Tehát a képviselőtestületünk marad a döntés, én azért szeretném, mert most is így működik a falu, hogy ez miatt elmondjuk hívnak, és mondom, hogy így elad le. Ez úgy lenne szabályos, a mostani SMS-ünk szerint, hogy minden egyes ilyen döntés esetén a képviselőtestület összeül, és megbeszéljük, hogy hova rakják be az oszlopot. De mondok egy másik extrém példát, talán Attila, te is részese voltál, szerintem sokunk részese volt, a Márvány Bisztra előtt volt egy baleset. A kiálló autó és a motoros belecsapódott. Elmentem, hogy azt kellett csinálni, én ugye mit csináltam, lezártam az utat, mondtam, hogy egyirányosítunk, CD-kkel, és működött, egy negyed óra hiszti volt, de azt követően tök jól mentem a gépjármű irányítása. A képviselőtestületnél van a döntés, ugye, akkor alapvetően testületülést kellene gyorsan összehívni, szavazni, és akkor utána majd elkezdjük az ügyintézést. Tehát én azt gondolom ebben, hogy ez nem életszerű. És nekem akkor egyébként nagyon alapvetően maga ez a vizsgálat is, vagy a jegyzőasszony is előkészített ezt a feladatellátást, ezt akkor a polgármesterrel én kérném, hogy a polgármester ruházzuk el. Mondok még egy másik példát, esik a hótélen, el kell tolni a havat. Bejövünk meg ilyen módra, megszavazunk, tolják el a havat. Tehát ugye ezt azért mindannyian érezzük, hogy nem életszerű az, hogyha minden egyes ilyen döntések később esetleg határozatot kell hozni. Felépp, amikor mondom, hogy ilyen példákat különben
építésünk a legdurvább, ami itt van. De most például érkeztek el olyan igények az elmúlt napokban, hogy a Kossuth utcából kijövő forgalom, lehet, veszélyes, ami rájön a főútra, hogy oda szembe el kell rakni egy tükröt. Ugye ezzel azért megint egyet lehet érteni, akkor erre is mindig a keretülés tartanánk. Tehát én azt szeretném kérni a képviselőtestületi tagoktól, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedések gyakorlását a jegyzőtől helyezzenek a polgármester hatáskörbe. És szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban valakinek esetleg ellenvélemény, vagy bármi kérdése, vagy gondja. Igen, én lehet, hogy nem jól értelmeztem itt az átadományozásban, hogy az előbb azt mondtad, hogy tehát, hogy a képviselő testületnek a döntését kellene átruházni a polgármesternek. De itt az én olvasatomban az van, hogy a jegyzői, ez egy jegyzői hatáskör. Most egy jegyzői hatáskör. És, tehát ennek az ellen nincs semmi kifogásunk tovább, és maradjon a jegyzői hatáskörben. Igen, csak hogyha a jegyzői hatáskörben marad, akkor amikor a jegyzőnek kell kiadni minden ilyen papírt, akkor a jegyző asszonyhoz bejönnek, és akkor ő majd kimegy megnézni, hogy hova lehet lerakni az építőnek, hogy a jegyzőasszony majd győrből eldönti, hogy mikor toljuk a havat, a jegyzőasszony majd eldönti, ha éppen a távolban, hogy hogy iránk, hogy egyenesítjük a forgalmat a faluban egy baleset esetén. Tehát ez jelenleg sem így működött. Tehát nem életszerű, hogy ennek így kéne működni. Nem tudott így működtetni a településtől. Ez egy 2015-ös eszemben? Igen. Nem is 2015-ös, ki volt jegyző. Ez az életelemény működő egy csehkénybe. Tessék. Felső jogszabályok irányban. Ami ezt felülkirálja, vagy egy felső. Hát ez a 2015-ös SMS-ben került ugye, de szerintem nem az először SMS-be is, akkor hogy hol volt átruházott hatáskörbe vagy sem. Nyilván, hogy ezeket az engedélyeket most is én adom ki, akkor közterületmondás van, dizájnbetetés van, akkor megküldik a műszaki dokumentációt, és igazából ezek jegyzői hatáskörben vannak most. És nyilván erről lehet dönteni, hogy ez nem kell a jegyzői hatáskörbe, ezt a testület dönti el. Általában ezért van, hogy egyszerűsítsék, ahogy a polgármester úr mondta, hogy valóban nem életszerű, hogy a testület összeüljön, ezért van ez a hatáskör átruházva, vagy a polgármesterre, vagy a jegyzőre. De igazából ezt a testület dönti el, hogy kire ruházza ezt a hatáskört. Szeretném megkérdezni, azt hogy ha ez marad így, akkor önnek ez nagy teher, hogy tudja tovább mit vállalni. Hát igazából eddig is megcsináltuk a feladatot, megoldottuk. Most egy kicsit nehéz a helyzet a következő napirendben, ami itt a táblák kihelyezésével kapcsolatban ugye felmerül, mert ugye ott valószínűleg hogy több munkát jelent, de tehát ugyanúgy lehet kezelni, ahogy eddig. Én akkor nem fogom megtenni ezen túl.
az jó, hogy valaki ide rakná a tényleg most pont raknám be a nagy oszlopokat, szóval keresse a jelzőt, jelző menjen ki, keresse meg a helyet, hova rakja le. Amikor hoznak építőanyagot és leteszik az út mellé, akkor köztet használják engedélyt, majd állítsanak a jelzőt. Most mondom, polgármester úr, hogy ez nyilván polgármesterrel egyeztetve lehet megtenni, mert a szerintem a felelősség. Tehát én települést be lehet lassítani, és lehet úgy működtetni, hogy nem működjön. Ez a cél, akkor majd rá. De azt azért tudjuk, hogy mondom, hogy az egész. Tehát a módosító javaslatom az alapvetően az, amit jegyző össze is mondom, hogy a jegyzői feladat körből a ezen ügyek intézése a polgármesterhez kerül, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a település a jelenleg megszokott módon működjön. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy nem jól működik így a település, például a takarítás, vagy bármilyen ilyen van, vagy tényleg egy kellemetlen baleset esetén, akkor úgy döntődjön a jelző összönnyel a jövőben is. Az én módosítő indítványom az az, hogy ezen feladatok kerüljenek át a polgármesteri teendők közé, és ezt tudjam gyakorolni a jövőben is, hogy a polgármesteri teendők közé. Van-e más módosítő? Nem tudom, hogy lehet-e megosztani a dolgot. Tehát, hogy az inspiráció és a dolog szükséges, hogy maradjon a jegyzőné, mint hatóság engedélyt kiadás. Mint között a kapcsolatos adminisztrációs. Hogy osztod meg, mi tartozik ide? Hát, megvan ez a 34-es paragrafusból lehet. Tehát az engedélyek kellett a továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartásra és fejlesztésre folytatott költségeket,
kezelőnek nyilván kell tartani, és erről a közlekedési hatóságnak adatot kell szolgáltatnia. Ugye? Ezt gondolom arra is kifejezett, hogy mi állapodnak a belterületet, hogy menjünk ki. Jegyzetbe papírozzon, csinálj. De közük megrontálhatását, közük kezelője, ugye ebből lesz a problémák. Az országos és helyi közületek kezelés, azt mondom, jogszabályok szerint eljárnak, köteles kijavítani, és a közút forgalmának biztonságának veszélyeztető helyzetet elhárítani. A kijavítási és a veszélyhelyzet elhárításáig köteles a forgalommal részvőket a veszélyre figyelmeztetni, szükség esetén sebesség vagy súlykorlátozás ellenet, illetőleg a közutat lezárni. 5. A közút tisztántartására a közút kezelője gondoskodik, a közút csíkosságmentesítését Magyarország kérjében szóló törvény tehát is ilyen van a közút kezelője részében. Ezekben nincs adminisztrációs feladat. Tehát hogyha átkerülünk a polgármester, ez a 34. paragrafus 2-től 5, az nekem pipa. Ez a napi működés. Az, hogy bontás, fúrás vagy bármi, azt elfordom, azt engedi ezzel a jelzőszak. Itt ez összem, ezzel a 3-as, 4-es szakaszról csak vett igazából, ami átfordulázva. Igen, de hogy de akkor már egyszer rendezzük jól az SMS-t, akkor szerintem az egészet rendez. Mert ugye a 3-as, 4-es van átfordulázva, de a többiről meg ugye nem rendezik az SMS-t, hogy a polgármester tart a javat. Hát akkor azok nyilván, hogy a polgármesternél vannak most is. Tehát a 34-3, a 3-as bekezdés és a 4-es formai jegyzőjelentés. Az összes többi az engem nem. Amikor... Bocsánat. Igen. Tehát ilyen alakul ülés van, akkor ugye van egy kis idő az SMS-nek a látogatására. Most azért elég sokkosan változtunk, szerintem kis időt számoljuk. Nézzük át ugye az SMS-t a műtagokkal. 2015 óta ugyanaz lesz megszületett. Ez csak javasol. Ja. Ezzel dolgoztunk, az igen nagyon terjesztünk. Attól függet az SMS felülvizsgálat szükséges lesz, hogy a belső működési szabályzatunkat is felül kell már vizsgálni az egészet. Ahogy felül kell már vizsgálni a zöld kormánynak kötött közszolgáltatás szerződést is, tehát nagyon sok mindent felül kell vizsgálni. Ezt senki nem mondta, hogy nem kell felül. De elmondva az előtt, ahhoz, hogy működjünk, ahhoz erről meg döntnék el. Jelenleg nem tudom működni. Igen, és a hajlandóságra nincs lehetőség, gondolom. A megosztott felelősség az elveszi szerint a felelősség jó más lehetőség. Ugye itt, ami a felsorolásban van. Az SMS szerint a polgármesternek alapvetően nincs ütletési joga senkiben. 3 pont van kivéve a... Hogy van 42-est, hogy azt nem lehet módosítani. Az SMS-ünkben mi az a 3 pont, amiről, ami ilyen nálam van? Thank you.
és munkáltatói jogokat, csatornakösség jogban vezetállnak állatokatás igényben ügyfeleként való szereplésekor, szükséges jónyilatkozatok megtételét, C. a költségvetési általános tartalék terhére kötelezettségvállaláshoz kapcsolódóan 500 ezer forintot megmondható kötelezettségvállalás, az, hogy a pénzügyi tételek sem részletében, sem egy összegben 500 ezer forintot említik túl. Az önkormányzat tulajdonában álló lakóépületnek a helység gazdálkodásával összefüggő feladatok és hatásköröket, és a szociális alapszolgáltatásokra való jogosultság megállapításával kapcsolatos ügyeket. Csak jelenleg nem itt lehetettem volna a forgalmi problémát. Tehát ami nincs átruházva, ott nyilván, hogy a polgármester az eljáró a önkormányzat képviseletében. Ami képviseletben jó áll. Így van. De a hatóság ügyek ezt akarják, tehát amit az előbb felolvastam, a hatóság ügyek azok ezt akarják. Hát ezt a például az egyéb hatósági ügyeket, amihez mondjuk például, amiben bele tartoztatunk bármilyen olyan ügy, ami polgármester a képviselő testület nevében eljárhat. Hát most mondtam el, hogy például a közügykezelői azon kívül, ami, tehát ezen a két passzuson kívül a többiben nyilván a polgármester jelent. Tehát mert ez akkor ez egy hatóság. De az SMS szerint a képviselőtestület döntését hagyja, tehát a polgármester akkor jár el a bankkártya döntés. Nem. Most mondtam el, hogy átruházott hatáskörben milyen feladatok vannak. Hát a hatósági ügyek bent vannak, hogy bármilyen hatósági ügyben a polgármester jár el. Bármilyen hatósági. Igen, a képviselőtestület helyett. Igen. Tehát jelenleg államon a közútkezelői feladat? Nem, tehát ezeket kivéve, tehát most végig kellene menni, ahogy mondták, ahogy szerintem Endre javasolta, hogy megnézzük, hogy ezek amik vannak hatáskörök, hogy ez mit akar, ezt a képviselőtestület hova akarja ruházni, polgármesterre akarja ruházni, és akkor ezeket erről lehet dönteni. Mik a bölcsődei parkoló forgalomba kapcsolatos feladatok előkészítése, végrehajtása az útját, kertképzőtest az időtest? Nem. A polgármester abban a hatáskörében eljárhat, mint hatóság. Tükör kihelyezéséhez kell. Döntés kell, ott én azt gondolom, hogy egy testvéri döntés kell. A Arany János utcára kihelyezett elsősorodást kötelező tábla, az képső testvéri döntésnek kell találni? Szerintem igen. Jó. Az iskola előtt lévő fekvőrendő képső testvéri döntésnek kell találni? Igen. Tudjuk, hogy mit mondta 20.584 12. 25-es korban, ami határa? Most nem tudom megmondani. Elsődleges a biztonság. A mindenki helyzetes elektronikus összfenntartom továbbra is. Lakosság biztonságát veszélyezteti. A semmi másra nem játszik jelző asszony jelenleg, nem játszik tisztán. A cseppén lakosok biztonságát veszélyezteti. Én nem játszom, én a tényeket mondom el. Attila, nagyon kérlek, hogy ne forgass ki a szavaimat. Akkor mondta volna a tényeket, úgyhogy a polgármester választáskor korrekten tájékoztatja a tisztelt képviselőtestületet, és nem azt mondja, hogy nem szavazhat, hanem azt mondja, hogy... Azt mondtam, hogy az érintettnek be kell jelenteni egy érintettségét, és a testület eldönti, hogy kizárja ezt szavazásból. Ez az egyes pont, az egyel pont pedig kimondja, hogy az egyes nem kell alkalmazni. Ismét fel tudom olvasni. Szerintem ezen a ponton már túl haladtunk. Sok mindenben túl kéne haladnunk, de én nem akarok túl haladni azon. Tehát én a valóságot, mint a polgármester, be tudom fogadni, mert
szakértelmét és a felkészséget munkáját nagyra tartom. De nagyon nehéz úgy döntéseket hozni, hogy nem vagyunk tisztában a valósági helyzettel és részinformációkat hallom. És ez mindenkit félrevezet. És ez lesz információkat. Ebben a mostani esetben is, hogy akkor most a polgármester kiadhatja, vagy utána azt mondjuk, hogy hát például a felkülendőrsre akartak volna le. Ez a hangzott el az előbb. Hogy másodlagos az emberek biztonsága ebben a szempontból. Volt rögtön a fél. A felkülendőrökkel kapcsolatban mindenkinek volt baja. Miért raktuk le? Amikor megkérdeztük az egyszerű kérdést, hogy valaki írná, hogy vegyük fel, nem fontosak a gyermekek. Senki nem írta le. Tehát vannak ilyen döntések. Ismételten azt mondom, meg lehet ölni a falut az ilyen intézkedésekkel, és ez nem vezeti volna akkor. Azt szeretném mondani, hogy természetes, hogy a gyermekek fontosak, a gyermekeknek a biztonsága, mindenkinek a biztonsága fontos, tehát ez két oldalú dolog, mert például, hogyha a kerékpáros egy sötétben, az kerékpár világításával akkorát lehet bukni, akkorát lehet fejleállni, hogy gázolt a család. Tehát annak az embernek, annak a kerékpárosnak a biztonsága is fontos volna, mert innét beledül, akkor bukik ki, még aki ismer és tudja kikerülni, mert mellett meg akkora körül van, akkor abba bukik bele. Olyanokat szoktam látni, akik bemenek a járatára szabályosan. Tehát meg lehet közelíteni többféle oldalról. Én szerintem csetényben élő emberek azok az iskolának ismerték, tudják, hogy hol van, meg tehát ők tartják az ötvenet, kívül a jelzőtáv, a gyermekeknek az átolvadása. Én se tartom a fekvőrendőrt egy célszerű dolognak. Akkor most javasolja a képviselő azt, hogy megyünk be a fekvőrendőrt? Igen. Jó. Én tiszteletbe tartottam a fekvőrendőrt mindig. Egyetlen egyszer nem kerültem ki, lelassítottam, egyetlen hallottam át, mert a lengés csillagítói macsoljánom, a 30 éves autóval, hogy nem elszállt. De tiszteletbe tartottam annak a döntését, aki oda kihelyezte. Egyetlen áthaladtam, feleségemmel és lelassítottam, hogy úgy haladjon át. Nem kerültem ki, tiszteletbe tartottam, de nem tartom ezen észrevűnek, hogy az ott van. Ezen napi rendi pontnak, hogy ez nem tárgya, de akkor kérdezni a tisztelt képviselőtestületet, hogy 13. napi rendi pontnak felvesszük-e, hogy a Rákóczi utcára gyermekek védelmét szolgáló fekvőrendőr eltávolításához szavazunk. Aki ezzel egyetért, kérem készített a társajelzet. Napi rendi pontra fel kell adni. Napi rendi pont egy. Hét napi rendi. Hét ügyennel megállapítottam, hogy a napi rendi pontra felkerült az iskolában. És kérdő fekvőrendőr felvételét javaslott. Jó, visszatérve a mostani napirendi pontra. Akkor, hogy állunk jegyző aztán? Most akkor kinek milyen feladata? Már elmondtam. Kérem ismételni még egyszer. Ki fogja elrendezni azt, hogyha le kell adni alap a építésnek, hogy ki fogja elrendezni azt, hogyha le irányítani kell egyetlen is, hogy kell a forgalom, ki fogja elrendezni azt, hogyha sózni kell a tiszta, a sikosságot meg kell szüntetni. Jó, tehát ez azt jelenti, hogy ha leesik a hó, akkor várnak meg a képviselőtestület nem dönt. Nem, azt mondtam, hogy a képviselőtestület döntse el, hogy milyen aztán én azt mondom, hogy a képviselőtestület majd dönt. De ennek a döntés arról szól, hogy szükséges-e lesz újból dönteni arra, hogy majd dönthessünk. Nem azt mondtam, hanem azt mondtam, hogy a testület döntse el, hogy melyik hatáskor maradjon a jegyzőkkel, meg melyik nem. Testület. Mivel veszélyeztetjük a gyermekeket, mivel veszélyeztetjük a lakosságot? Azzal veszélyeztetjük, hogy bármi milyen óvodában? Vagy azzal veszélyeztetjük, hogy a polgármester azt mondja, hogy kérlek, fogjátok be ahol. Ez egy ilyen ekkor nullás kérdés. Nem bonyolult, ez a falu így működött eddig. Amit tisztelt értékeztet akar, az azt akarja, hogy meghalljon a falu, ahol ön nem él. Nem sértegessél már, nem mondott ilyet. De mégis a ráutaló magatartásra, az a gyerek a viszi. Én nem, én ezt mondtam, hogy a testület döntse el. Az új képviselők nézzék át a pontokat, hogy melyik van jegyzői hatáskörben, és mondják meg, hogy melyiket
szeretnék, hogy maradjon, meg melyiket nem. Én ennyit mondtam, hogy a testület döntse el. Ennyi. Mit döntsön el a testület? Azt, hogy melyik maradjon a testületnél, meg melyik nem. De maga az előterjesztés nem tartalmazta a 34. paragrafus valamennyi rekedtését, csupán 3-ast és a 4-est. Hát igen, de azt mondtam, hogy a belépett új képviselők legyenek tisztában azzal, hogy mi van, jegyzőkhatáskörben, és döntsenek róla, hogy elfogadják, vagy átruházzák. Én nem kívánom egyébként ezt a hatáskört gyakorolni. Rám van ruházva, az, ami rám van ruházva nyilván, vagy nem csak rám, a mindenkori jegyzőre, azokban a feladatokban el kell járni. Ja, akkor most ugye az előbb azt mondta, hogy mégsem kívánja gyakorolni ezt a feladatot. Én nem azt mondtam, hogy... Egy perccel ezelőtt azt mondta, hogy nem kívánja gyakorolni. Nyilván, hogy ez egy feladat. Mert az SMS ezt mondja ki. A hozzáteszem, a legtöbb településen igen át van ruházva jegyzői hatáskörben. Melyeket? A legtöbb településen, mert nyilván nem szolgálmas fel, hogy mindig egy engedélyt kiállítani. Igen, köszönöm. Ez egy kérdés, persze. Polgármester úrnak a szavában meg azt mondtuk el az előtt, vagy korábban, hogy ha nem lesz átruházva, akkor nem működőképes a falu. Eddig hogy működött? Ezek szerint? Működött. Vagy nem működött? Bocsánat, de én nem fogom úgy működtetni ezt a falut, hanem az van lehívva. Én most innentől kezdve felteszem a kezem a tisztelt képviselőtársam. Tőlem nem várják el. Ha ugye arra fogjuk szavazni, hogy felszedjük a fekvőrendőt képviselő úr javaslatára. Fekvőrendő szerint. Ha a testület ezzel egyetér, felszedjük. Zseniális. Előre lőttünk, nem hátra. Jó? Tehát a... Mi a határozott javaslat? Módosításban az szerepel ugye egyrészt a szervezeti átvezetések, ugye a képviselői népsor változása, az az egyes melléklet, a kettes mellékletben van a ügyrendi bizottság tagjainak a népsora, ahol ugye a Kovács Zsolt helyett be kell venni a Somogyi Barnabásnél, illetve a harmadik melléklet szerint a jegyzőkönyv teljesítőket kell megválasztani, mert álló jegyzőkönyv teljesítők voltak. Polgármester úr a javaslat szerint a Szita János és a Bognár Barnabás javasolta, de ez az... Nem. De? Nem. Nem a Bognár Barnabás javasolta. Jegyzőkönyv teljesítőknek nem javasolta, de az alpolgármester lesz. Én a Valgiós Ferdőt javasoltam. És a tegedős bevezetett. Kérjük kérem a jegyzőkönyv fitőségtől, akkor én a hegedűs bejelentettet. Ez a mai ülésre vonatkozik, igen, de ez most az állandó jegyzőkönyv fitőségtől meg kell választani valakit, mert ugye változott a testület összetétele, és nincs már se a Via, se a Gavalcs volt, és helyettük kell valakit választani. Az, hogy ott az elején választottunk két jegyzőkönyv fitőségtől, az erre a jegyzőkönyv vonatkozik, ez meg egy állandó jegyzőkönyv hitelesítői pozíciót ér. A tájékoztatás így teljesült, nem tudja, hogy az ön. De ezt mondtam el most, hogy igen, erről szól az előterjesztés, illetve a 36 paragrafus 7 pontjának a törvényesére vonatkozik az SMS módosítás, és ezt a rendeleteket elfogadni, és az SMS módosítást, meg a rendeleteket is módosített többséggel kell elfogadni. Mennyit kívánok ehhez fejlesztéshez? Igen, ezzel szemben az én javaslatom az volt, hogy a 36. 7. pontja az ne törlésre kerüljön, hanem kerüljön be a helyébe.
az, hogy ezen feladatok a polgármester centrázatotásként nem gyakorolja közútkezelésről szóló 1931-i első törvény 32-es bekezdésében a 7. paragrafus 3-as bekezdésében a 14. paragrafus 1-es bekezdésében átmondják, a 34-es paragrafus 2 közútkezelésében a 36 paragrafus 1-es bekezdésében és 3-as bekezdésében a 39 paragrafus 1-es bekezdésében a 41 paragrafus 2-es bekezdésében 42A paragrafus 1-es bekezdésében meghatározott a közútkezelői jogosítványokat. Igen, Attila, papírt. Az előbb akartam hozzászólni, hogy lett volna még egy kérdés, igen. Egyébként a fekvő rendőr melletti gödörben a bátyám az elesett, már meghalt szegény Józsi bátyám, de ő templomból hazafele menet elesett, csak nem csinált belőle ügyet. Ő mondtuk, hogy azért jelezze, hogy baleset érte, nem úgy szedték össze nénik, akikkel együtt ment haza. Ez az egyik. A másik, én nem azért jöttem ide, hogy én akár a tisztelt polgármester, vagy a képviselő testület, hogy a falu munkáját átváztassam, de fekvő rendőr nem tartom annyira, azért is vetettem föl, én azt nem tartom megfelelően, hogy indokolnak, viszont 2015-ben én említettem egy dolgot, ami lent az óvod előtt ocsmánságot kinéz az az árok. Én mondtam azt, hogy azt le kéne fedni, nem dicsérni akarom az Albert Mihály munkáját, de a régi iskola, ami most bölcsőre lesz, ott ugye van egy néhány parkola egy alakítva, lehetett volna még hosszabban is, többet is, azt ugyanúgy ki lehetett volna alakítani. Tudom, most lehet, hogy arra várt egyik az önkormányzat, hogy majd épül az út, meg egyéb fejlesztések is majd akkor. De eddig isteni csoda, hogy nem történt ott halálos baleset, amikor én reggel 7:30-kor jövök autóbusszal, szállnak ki a fiatal asszonyok, egyik gyerek már karjába, a másik a cibálja ki, és a számlál felől megjön a 24 tonnás kamion megrakva röntvával, 50-nel élet, csak egy olyan szerelvénynek 50-nél is nagyon nehéz megállni, hogyha valaki kilép elé. Az egy igazi veszélyforrás, és akkor nem lett megcsinálva, mert az az önkormányzatnak a pénzébe került volna, arra nem lehetett eddig fölvenni, mondom, támogatást, nem volt rá pályázati írás, de azt oda három parkolóhelyet meg lehetett volna csinálni. Ugye akkor azt mondta Attila, bocsánat, hogy ami meg tudja oldolni, amint az óvoda át lesz adva, az óvoda át lesz adva, és akkor ott nem fognak parkolni. Akik járnak dolgozók, azok parkolnak ott tisztelet a kivételnek, azóta is ugyanúgy ott szedték a gyerekeket. Én figyelek, mert én tudom, hogy mire kell számítani, de vannak, akik nem figyelnek. És sokkal nagyobb veszélyforrás, mint az iskola előtti közvetek is. Tehát én nem átváztatni szeretném a munkát egyáltalán, nehogy ő ezt szintképe kerül. Én szeretném támogatni, de vannak sokkal súlyosabb dolgok. És a másik az, hogy aki szeret kerékpározni, akár idegenek is, bármi kerékpározhat, és akkor csoda, hogy még gondolom, a bátyám az bukott, csak nem mehetek. Úgy szedték ki, akikkel együtt ment haza a templomból. Ők mondták neki, meg biztották, hogy azért illő volna jelezni, de nem merte, mert nem akart belőle ügyet csinálni, inkább szenvedett. Való igaz, hogy az óvodai parkolás az rendkívül veszélyes. Elkészült a parkoló, aminek a használata nem jelenti a szülőket. Van, aki használja állásra. A dolgozók különben szerintem nem állnak meg. Esetleg jellegre állnak meg, amikor valamit hoznak és bepakolják. De a dolgozók innen a szeretőfogadó gyűjtőnél, illetve a Kossuth utcára. Ezt a rendszám szerint is tudom, és a logotikus szerint is. Én is láttam ott néhány rendszámoltót, amit tudom, hogy dolgozó és így van, csak nem. Ezt azért és persze gyorsan az észrevett, hogy volt olyan időszak, amikor sok a dolgozók benne parkoltak és leszolgáltatták, aztán a szülői visszajelzés is volt. Azt, hogy ott a oldalt, amit annak idején az Albert Mihály kialakított parkolót, jelenleg észre messzik szerint nem lehetett volna. Csak szóval. Viszont bent, amit most épül bölcsődői parkoló, az ugye az én
lehessen parkolni. Tehát mind az óvoda, mind a bölcsődőbe érkezik, hiszen a bölcsődőbe ugye 21 gyerek van, az óvodában 80 gyermek van. Ők szörnyű, amit a reggelente látni. Ugye van egy olyan fejlesztés, hogy ezt például közúton, ugye közösen csináljuk ezt meg az átmunk felújítását, ott majd akkor be lehet tenni. De ugye a következő napi pont is például erről szól, hogy szabályozni kell a környezetet, a biztonságot, és egy képviselő is mondja, hogy a biztonsága önnek nagyon fontos is a lakosság biztonsága. Ha ezt úgy tudja támogatni, hogyha az idő, az van az aranyóra, a barban, ugye szokták mondani, hogy is jelentés esetén, de aki időt nyer, az ugye életet nyer. És az, amikor a döntések meghozatala, tehát bocsánat, nem hozhatok döntést ma. És elmondta ön is, hogy jól működik minden úgy, ahogy most van. Ezt elmondta. Most a gyakorlat az az, amit én döntésként javaslok. Nem más javasoltam. A gyakorlatot tegyük formában. És az SMS átdolgozása egy teljesen valós feladat. Át kell dolgozni az SMS-t. Nem jó az SMS. Nem az SMS szerint működünk, hanem az szerint működünk, hogy hogy szolgáljuk a lakosságot. És én azért mondtam és mondom is, hogy igen, ez egy lépés, most ugye ezeket lehessen intézni, az én kérem a tisztelt képviselőt a feladást. És utána le lehet tűnni, egyszerűen azt mondja, fogja magát, fejlődj az indulját, és csinálja egy olyan SMS-t, amit majd elég el, ezt egyezteti az alpolgármester úrral, meg alpolgármester úrral, hogy akkor ez hogy nézzen ki. Mert hogy az SMS-nek olyan a kemény élhető települést ad. Van-e bárkinek még kérdése? Én még azt hozzáfűzném, hogy amit a Balbő József Fenderel képviselő is mondott, hogy irántunk való tiszteletből is, hogy legyen egy kis átgondolni való idő, meg ők is átgondolnák, hogy ezt lehetne egy későbbi. Hogy mi is megkapnánk a teljes anyagot, elővennénk, átvágnánk egyik nap, másik nap, még milyen elő, mi fogott meg benne, hogy áttanulmányos szabnánk, hogy konkrétan miről is. Tehát ő, ahogy időt kért hozzá, én azt javasolnám, hogy ez lehetne. Az elnapolása a felzeti pontnak, amivel az ön által említett biztonságot is háttérbe szorítja. Ja. Én csak. Igen, csak azért mondom, igyekszem segíteni. Jó? Köszönöm. Hogy a nem rossz üzenete van a döntésképzelésének, hogy el akar kerülni. Nem döntünk, mert eltolunk mindent. A legrosszabb, amikor nem lehet rosszul dönteni, lehet jól dönteni, a legrosszabb, amikor nincsen döntés. Akkor döntsünk, kitűnt maradt a jelzőre szemben a hatáskörét, és ezzel szemben volt egy módosító indítvány, hogy megálltunk ezt. Akkor csak kezdődössük a fontolásra. Nem jön egy tolgászat. Jó? Közülőben én kapcsolom. Majd elmondtam. Endre, mit talál? Csak nézem, hogy lehetne megosztani ezeket a... Tehát... Néztem, hogy a 88 évi egy törvény 3-2 az maradjon jegyző, 7 paragrafus 3 maradjon jegyző, 14-1 polgármester, 34-3 jegyző, 34-4 polgármester, 36-1 jegyző, 34-4 jutottam. 34-5? 34-5, nincs itt, nem egy ügyen. Papa, nincs meg, nem jó az anya. Nem jó, hanem a jogszabály, tehát hogy ezen vannak átlóan, ezt mondjuk egyszer mondom, a 3-as, 4-es paragrafus, a törvény nincs jelenés. Bocsánat, hogy van egy kérdés, mert ezzel kapcsolatban, hogy aki önne tekintsünk vissza állandóan, de volt egy előző ciklus, ugye előttetek, egy előző polgármester,
talán valami fenn van, aki meg az Erika, aki abban még benne volt, hogy azokat a döntéseket, amiről most szó van, tehát hogy hova eltakarítás, hogy hova tegyük az oszlopot, hogy hova ne tegyük az oszlopot, azokat a döntéseket kihozta meg akkor. És kiadott rá engedélyt. Akkor az hogyan működött? Úgy, ahogy most. Kihozta a döntést. Ezt akartam. Hát tehát eleve kíváncsi, hogy a döntést kihozta meg. Akkor most miért nem jó az, hogyha a polgármester eldönti, hogy hogyan legyen a góeltakarítás? Most ebben igazat kell, hogy adjak neki. Nem tudhatjuk azt, hogy holnap éjjel elsik fél után, ó, akkor már azért fogjuk kivulgatni a képviselőtestületet össze, hogy eltakarítsák el a közutat, hogy ne. Szerintem. De a testület, bocsánat, szóval ugye, a testület hozhat olyan döntést, hogyha boeltakarításon bármi van, akkor a polgármester felve, vagy hát előre hozhatunk olyan döntést, hogy akkor szépen intézkedik a polgármester. Kérdés, hogy ezt mi... Erre van a cikk napi példán, elnézést, mondom most, hogy az EU-on áldozatot fejt. És fel kell hívnom majd, hogy nem tudunk volna dönteni, hogy fordulja ez az. De eddig is a jegyzői hatáskörbe volt, és mindennek erre a jegyzői hatáskör. Mert nem a jegyző csinálta ezt a típusú feladatot. Jó, akkor szerintem ne kerülgessük a forrókását, hanem hallgassuk el ezt a napirendi pontot, és ha nézzük meg az SMS-t, hadd kapjuk meg, hadd olvassuk át, és akkor utána felelősen tudunk dönteni. Az azt jelenti, hogy holnap megint testületülés lesz újból. Jó, én tudom. Ez szabályos legyen, ez az, hogy így minden nap testületülést akar polgármesteztem. Az meg jó, hogy azt lehetsük kívülve? Nem kívánok, én meg után fogok járni, ugye nyilván a polgármestert rendkívüli ülés lehet összehívni, akár még szóban is, de nem mondom, hogy minden napra, de... Minden nap vannak olyan döntések, amiket meg kell hozni. Tartozkodik. Mikor mi van? Tisztelt Jelzőasszony.
Mindegy, a harcszámon összehozgatokat. Három, igen, négy tartózkodás. Még annyit szerintem volna ehhez elmondani, hogy ugye rendelet tervezett, nyilván ez a képviselőtestet eldönti, hogy melyiket fogadja el belőle, melyiket nem. Az első része, az egyes paragrafus az a hatáskörről szól, ugye a többi az pedig a szervezeti változásokról. Nyilván azt el kellene fogadni, mert nyilván azok végbe mentek, ez az egyik része, és akkor a szavazás, tehát ugye ezt két fel kellene mondani véleményem szerint, és akkor a szavazást akkor azt szerint kellene megtenni, mert ugye az eszem az módosítás azért az egy minőségi többségi döntés. Hát akkor tessék ebben is hozzon egy új rendeltetet. Ebben le van írva ebben minden. Ez nekem egy? Hát egy, igen, de azt mondom, hogy ezt... Egyben akkor szavazni nekem az intézkét. Igen, de ez egy tervezet. Vagy valaki egyetért vele, vagy nem, vagy módosításokkal ért vele egyet. Tehát én azt javaslom, hogy az első paragrafusra vonatkozóan szavazzon a testület külön, és a többi paragrafusra a szervezeti módosításokra meg megint külön menni a nagy. És a jelzőnös van a lehetősége, hogy javaslatot tegyek. Én mondom, megúszta, ahol tervezett javaslatot. Én így nem tudom átvenni ezt a határozott javaslatot, mert ezt tőlük erre meg vizuális típus vagyok. Kérem, hogy ki a határozott javaslatot különböző most. Fel kell tenni akkor, hogy az első paragrafussal, aki egyetért, az kézfeltartással jelezze. Mi az első paragrafus értő? Hát itt van, polgármester úr megírva, az egyes paragrafus 36 paragrafus 7 pontja törlésre kerül. Tehát a hatáskör átvonulás törlésre kerül. Most a pérdő azt mondja, hogy már testvér tűzés? Nem, én csak próbálok segíteni. Hát, segítség az, amit ez volt. Meg az is csupa, hogy én mondom. Ezt ugye nem értettem. Fenyegetéseket nem kell. Nem, fenyegetem, nem csak jelesztem, és a kisebb fajta csodat. Akkor mi a javaslatért az, hogy kérem, olvasd már végig, de vegye külön-külön. Csak hogy megértsem. Most mondtam el az egyes paragrafus a rendelet módosításnak azt, hogy a 36 paragrafus 7 pontja a törlésre kerül. Tehát a közügykezelői és egyéb jogosítványok azok visszaszállnak a képviselőtestületre. Állítják a többiek, hogy nincs nem tisztában tartalmával, olvasok el az egészet az elejétől a végéig. Mi az, amit tőlünk, az konkrétan mit jelent? Ezek a felsorolások, hogy itt vannak, nekem csak számolások. A jegyzősoron kívül írás van. Bővebben kell. Nekem az is kell, hogy mit tartalmaz az 1980-as évig első törvény 3-as bekezdés, 3-as törvös 2-es bekezdése. A részletet is arra szeretném, hogy olyan döntést hoztassak, ami a 7-es pontja a 36. paragrafusnak a jegyző átlázott hatáskörben gyakorolja a közúti közlekedésről szóló 1988 évi első törvény 3. paragrafus 2 bekezdésében, a 7 paragrafus 3 bekezdésében, a 14 paragrafus 1-es bekezdésében, a pontjában, 34. paragrafus 3-4 pontjában, és a 36 paragrafus 1 bekezdésében, 3 bekezdésében, 39 paragrafus 1 bekezdésében, 41 paragrafus 2-es bekezdésében, 42 a paragrafus 1-es bekezdésében meghatározott közügykezelői jogosítványokat. Miről beszélünk? Mit jelent 41 paragrafus 2-es bekezdése? Thank you.
hogy nem tudjuk, hogy miről döntünk. Vakon vagyunk. Hát egészen igaz volt, hogy legyünk tájékoztatva. Hát legyünk tájékoztatva az Isten áldjára. Ha a jegyző azt, hogy behozott egy döntést, akkor felkészült vele. Ha felkészült, tudja, hogy mi van benne. Szegnye, hogy is mondja az összes pontot. Elmondtam, hogy mi a bajunk. 49, 1, A. Nem volt. Paragrafus 2-es közügy kezelője a közlekedés részvevőit tájékoztatja a közlekedés biztonságát és szabadtalanságát jelentősen befolyásoló körülményről. Ez a 3-as paragrafus 2-es. A 7-es 3-as paragraf 3-as bekezdése az pedig a járművezető, aki a közúti közlekedés olyan rongálását, beszennyezését észleli, vagy a közútnak került olyan akadályát, amely a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti, köteles erről a rendőrséget vagy a közúti kezelőjét értesíteni, amennyiben erre lehetőség van a veszélyi közlekedés többi résztvevőinek jelezni, vagy elhárítani. Egy kérdés, csak ugye most azért rá tudjuk, mi tartalmaz. Azt jelenti, van-e üzemanyag folyása az úton, akkor jelenleg egy gyakorlatilag nem jelzi azt, hogy szól be a település üzemeltetés kimegy, de van egy előtt állat. Ugye? Most az, amiről jelzi azt, hogy javaslatot tett, hogy adjuk vissza a tisztelt képviselőtestületnek, az azt jelenti, hogy az állat ott marad az úton, amíg a képviselőtestület nem hoz döntést. Erről van szó. Ilyen nincs. A balesetveszély, kutya kötelessége mindenkinek. Én nem fogom azonnal megszüntetni. Azonnal. Az? Érti azt, hogy ki mégis összeszedik? Nem. Jó, olvassuk a többit, csak hogy érezzük a súlyát, hogy... 14.1. A közút lezárása vagy forgalmának korlátozása, a közút kezelője, közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága vagy időjárási körülményei miatt történő intézkedés megtételével jogosít. Ez is képviselőtestületi döntés. Baleset van. Senki nem jön neked. Következő. Thank you.
tartozik területének nem közlekedési célú ingyenbevételéről az engedélyeztető hatóság közlekedésének a hatósági nyilatkozata alapján dönt. Képzőtestvér azt mondja, hogy minden működ, hogy eddig is működik. Azt mondja, ámul, azt mondja, hogy jól működött. Szerintem igen. Köszönöm. Van-e a lehetőség, tisztelt jelző asszony? Még mindig így, ha elégedettek, mondjuk elég a projekt, és megkérdezem, elégedettek az, ami most működik? Erre egyszerű választ kell tenni, hogy jó, vagy nem? Nem is válasz. Részben. Mivel van a hiba? Személybe dönt mindenről. Kihagyja magát pontosan, elnézést. Hát, igen, vagy nem? Mert szerintem így jó, ahogy akar. Endre? Én javaslottam azok. Ezt a paragrafus részt érzem, hogy meg kell osztani egy jegyző és polgármester között. Tehát most ez a tárgya. De most már ismerjük, hogy mit tartalmaznak a paragrafusok. Most már ismerjük, hogy mit tartalmaznak a paragrafusok. Igen. Most már tudjuk, hogy mire döntünk. Belém is le volt írva, és azért
utána. Lehet nézni? Hát igen, csak valami nem most. Tételesen van. Jó, jó. Tár az mindenkinek nyilvános. Én csak a 42-ben áll egyet, azt fejben is jelentem, mert az ugye a bányákra vonatkozik, hogy 100 méteren belül a közútra tárgyalásra. Tehát ott a külterületen, ott a közlekedési hatóság dönti el, hogy engedi el a anyagnyerő helyrétesítését, vagy nem. A többi után kell nézni. De úgy láttam, hogy tehát nagyon vegyes, tehát van ami, tehát ahogy mondtam, administratív dolgokat igényel, de van olyan is, ami igenis polgármesteri körben illene. Köszönöm, hogy legyen. És egyébként az eddigi működésen igen? Én már elég régi utoltalak vagyok, szóval működünk. Köszönöm. Baltogás. Én az elmondott értelmezőzőnök sárgatjelzéseimben is úgy veszem, hogy kérlek, 90%-ban eddig is működik, hogy az közöttem polgármesterjel. De csak ugye, ha azt veszik, akkor nem szabályosan, mert nem volt előtt. És szerintem itt az elkezdés, ja, most hogy csináljunk jót, ami működőképes meg hasznos, de én is azt akartam mondani, amit az ember is felvetett, hogy a testületi anyag azért van, hogy tanulmányozzuk, fölkészüljünk, utánézzük, az önkormányzati SMS is nyilvános, régóta nyilvános, meg lehet ismerni magukat, ez nem úgy van, hogy akkor most minden, ami előjön, arra majd kiérkezik, vagy pár hétben visszatérünk, mert akkor tényleg nem fogjuk működni. Én nem tudom, remélem, hogy mindenki követte itt a akármilyen időszaknak az eseményeit, hogy egy testület hogy működik, de ha így működünk, akkor én elég gyorsan megadom a felmondásokat, és én sem mondom képzelkészítően, de ez így szerintem nem hatékonyan, ha így dolgozunk. És ezt így számomra nyilvánvalhatatom. De? A véleményem az, hogy jól működtünk eddig, viszont teljesen más a felállás, és ugye mindenkinek más az elvárása. Tehát azért meg kellene próbálni együtt dolgozni, viszont itt kell egy közös nevezőre jutni, hogy... A most egy közös nevező nekem az a javaslatom, hogy az SMS átírása a feladatokat szabályosan fel kell látni, akkor ezek idéglenesen átkozik a programestet. Ami nincs új SMS. SMS most is van, az a kérdés, hogy kell-e módosítani rajt, és ha igen, akkor mind. És a testület eldönteti, hogy mit módosít. Az jelenleg, bár nem szabadásra magocsánk, de határgál azt mondta, hogy valamit módosítani kell-e, egy ember mondta a részben. Én ezért mondom azt, hogy lehet, hogy akkor a köztes út, akkor azt mondjuk, hogy az új, tételesen áldozott zsírunk és eszteneszik ez a feladat a polgármesternek. Ha lehet, oldjuk meg egy határozatot. Meg lehet oldani? Nem, mert rendeltet módosítani, de rendeltet csak rendeltet lehet módosítani. Azzal, hogy majd úgy szavazunk, hogy másképpen, mint hogy ezzel mindenki elmond. Másképp nem lehet megoldani. Elmondtam a lehetőségeket. Vagy az van, hogy két felé veszünk, és akkor arról lesz döntés, vagy az lehet, hogy nem módosítanak semmit se, és akkor mi marad, és akkor nem tudom. Vagy elfogadják. Tehát ez a három variáció. Mit teszünk két felé, ezt a határozott javaslatot? Vagy az ember javaslatot?
Ezt a rendeletmódosítást. Ezt a rendeletmódosítást veszünk két felé, hogy az emberének a javaslatát megcsináljuk. Mert az egyikkel nem csináltunk semmit, az erdőjével részben megoldottuk a feladatot. Melyikre gondolt érzünk szó? Nyilván, hogyha van valakinek módosító indítványa, lehet, és arról is kell testületnek dönteni, hogy akkor azt jóvá hagyja, vagy nem hagyja jóvá. Akkor én arra gondolt, hogy az önemtelek tisztelt határozott javaslatot vagyunk ketté, amivel gyakorlatilag eltöttük a felét, hiszen neki elmondta, hogy így működik volna. Nem így forgatva az önszabad. Forgatva, mert ez egy tervezet, még egyszer mondom, a tervezetet vagy elfogadja a testület, vagy nem fogadja, vagy módosító indítvánnyal él, és akkor azt módosít benne, amit a testület aztán jóvá hagy. Mert erre tudod mondani a te javaslatodat, hogy hogy módosítsuk. Most már mindenki megismerte, hogy mit tartalmaz. Hol legyen az a döglött kutya, ha elüti a padon? Köszönöm. Átrálkozott hatáskörben gyakorolja, tehát fogadjuk el az indítványom a második oldalon található kettes paragrafus 1-2-3 kezdést, az egyes paragrafusban pedig következőképpen osszuk meg a 9, vegyünk ki a 98 évi első törvény 14-et befejezés alpontja, 34 paragrafus 4 bekezdést, ezeket tegyük át a polgármester hatáskörébe, a többit az ötös nincsen. Azért nem így tudom, hogy ez azt nem volt teljes körül. Azért nem értem oda, mert nincs átlagos, mert ezt mutatom, hogy az SMS-t elhozom, csak átlagolázva. Az van csak átlagolázva. Tehát ez a 34 paragrafus 3-4. Hát ott nem tudom odaírni, hogyha az SMS szerint az nem is volt átlagolázva. A jelzőt javaslatot tesz meg. Valahogy figyeljetek, még itt az ötös is erősként dönteni. Ez egy rendeletmódosítás, tehát most még egyszer elmondom, a 34-3-4 van jegyzői hatáskörbe, ez nem javaslat, hanem most így van, és hogyha ezt a testület vissza akarja vonni, akkor ezt tudja visszavonni, mert a többi az nem jegyzői hatáskörben van. Csak ami nem jegyzőiben van, az testületiben van, ugye? Igen. Köszönöm a megerősítést. Tehát, ha havat akarok tolatni, testületi ülés kell. Igen? Nem, mert a polgármester hatósági ügyekben, egyéb ügyekben eljárhat. Testületi döntés értelmében. Most, amit jegyzőasszony mond, az azt jelenti, hogy a testület dönt. Ugye? Haló? Ugye? Most mondom még egyszer, 34 paragrafus 3-4 van jegyzői hatáskörben. Ami nem a jegyzőiben van, az hol van? Az képviselőtestületnél. Tehát ki dönt? A polgármester. Hogyan? Írja alá, hogyha a döntés kell. Akkor ki dönt? Képviselőtestület. Köszönöm szépen. Miért kellett erre két óra? De nem erre két óra, hanem a polgármester a hatósági ügyekben, meg az egyéb dolgokban a képviselő testületet képviseli, tehát az önkormányzat nevében eljár mindenféle feladatban. Tehát minden olyan a képviselő testületet, az eddig is így volt. De alapvetően az, amit javaslatként megfogalmazott segítve a polgármester munkáját és a település működését, az lassítja a települést. Ezáltal veszélyeztetünk. Csak hogy
Egyfordulásra fogalmazunk, ne legyen ez már túl bonyolult. Kával Gőzsér az alkoholmesti útpályában legnagyobb személyesen problémák nincsen. Bocsánat, igen. Tudom, nem vízilagy a mérkőzésen vagyunk. Egy perc telefonnal más is szünetet kérdik én. Kimegyek telefonálni. Akkor ennyi, akkor kérlek a behatározói javaslatot, mondd a 4-es madrasi ponttal kapcsolatban. A törvényközségi önkormányzat képviselő testületének szervezeti és működési szabályzatának a tisztelt 2019-es önkormányzati rendelettel módosításáról szóló lesz. Következőképpen javaslom módosítani. A 2. paragrafusban írt, ami dolgok, tehát, hogy az SMS-be bekerüljenek ezek a kötelező szervezeti változással, vagyis testületi változással kapcsolatos dolgok. Így tehát az egyes szám mellékletet helyébe úgy ebbe felveszünk az új képviselőt, a 2. számú mellékletnél a bizottsági változás, illetve a 3. mellékletét nem ott mi változik, lehet, hogy keverem a dolgokat. Ma jegyzőkönyv hitelesítésén az ahol a harmadik. Tehát itt a személyi változásokat, tehát végigvezetjük az SMS-en, illetve a 1-es paragrafusban írt dolgok úgy legyenek, hogy tehát megosszuk, tehát hogy kiveszünk a 14 paragrafus 1-es bekezdést, a polgármester, illetve a 34 paragrafus 4-es bekezdést, az a polgármester hatáskörébe tartozik át a feladatot, a többi paragrafus pedig marad a jegyzőnél. Aki ezt javaslott, elfogyja, hogy a készletadást fedezzen. 6 igen. Nem. Egy nem. Jó. 6 igen és 1 nem. Következő napirendi pont a beltéri közlekedéssel kapcsolatos döntés. Itt a tisztelt képviselőtől láthatta az előterjesztést, ami ugye az a kapcsolatos, hogy kijelzését egyébként tárgyalák a repülésen. Ugye ez tényleg a közlekedés biztonsági javítását szolgálja. Egy kiegészítő módosítási javaslat is tartalmaz az előterjesztés, ami arról szól, hogy a kivéve engedélye helyett kivéve áruszállítástárnak kerüljön a kijelzésre. A mezőgazdasági gondotokat érintő kérdésnél a sárgarámba használt őket ebből mentesít. De amennyiben csak minimális ellentmondás nem, de mégis, akkor még egy kiegészítő természetes mezőgazdasági gépet teszünk. Aminek jelzem, hogy örülne a Táncsis Mihály utca és Jóni Hány, mert ezek az autók tényleg problémásak, de hogy nekik működni kell, és a súlyosság volt a mezőgazdasági gépjárművekben a múltban. Így ugye megoldódik az állandó, akár a fa beszállítás, építőanyag beszállítás, és ez egy rendkívül gyorsan kezelhető helyzet lesz. Még végén akkor ezt a testület tagjai megismerték az ezzel kapcsolatos egyéb problémákat, mint a csapaték vízelvezető elfogadódése, állatotromlás, a hóeltakarítás esetén a köztetlenül autó problémát okoznak a hosszabb szigorú eltávolításában. És akkor a határozati javaslatban egy módosítási javaslat van, és ezt szeretném most megolvasni a tisztelt képviselőtestületi tagoknak. Csetinkösség önkormányzat képső testületi megtárgyalta az előterjesztést, és úgy döntött, hogy a plasztirút, ugye a Bakon plasztirút kertfétől 8400 Vajka, ipari park északi szektor, 5018 előző szám közlekedési táblák elkészítését, kezdés tájon, de bruttó 1.843.000 forint összegű megrendelést jóvá hagyja. Képső testületi közlekedési eszközök kérdésnek költségét a 2024 költségvetés általános tartalék tervére biztosítja. Ez a határozati javaslat, aki ezzel egyetért, az ilyen tisztelgatásra jelezve. 4 igen, aki nem. 2, 3, köszönöm szépen, 4 igen és 3, nem mellett elfogadva. Zöld Bakért Non-Profit Kft.
eszköz átadás. Az előterjesztés tartalma az az önlakonyi kontrolú kettő részéről 6 millió forint átadó összeget, ami 2023. december 31-ig elszámolásra kerül az önlakonyi kontrolú kettő részéről. A mostani előterjesztés, bocsánat, azt megnézem, hogy tartalmaz-e azt a múltkor írtat. De nem. Az előző testvetülésen ugye mivel félbeszakadt, tájékoztatásképpen szeretném elmondani, hogy igaz az igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy ugye három üzletága van jelenleg az önkormányzati gazdasági társaságnak. Az egyik üzletág az a szolgáltatási tevékenységet végez, ez a főleg a Balluf, a Kft. Területén füvetnyír, havat takari és bent takarítási szolgáltást is végez. Ugye ezben üzleti tevékenység, így ez nyereséget jelent. Ugye mindenki tudja, kerül 3 forintban, 5 forint levételi pont, tehát van 2 forint hasznunk. A másik tevékenység az a maga a közétkeztetési feladatok ellátása, szolc közétkeztetés vendégelés biztosítása, ami talán 2023 első negyedévétől nullszaldós, addig nem volt az, mert olyan magasak voltak az alapanyag árak, hogy nem, hogy és nem is emelhettek valami a tárgyalatlan formán tiltás, de sikerült mégis túl lenni rajta. 2022-es évben is ilyen okok miatt likviditási pótlást adott a tulajdonos önkormányzat, hiszen az önkormányzat tulajdonos. Most ugye fűnyírással kapcsolatban is ugye végeznek tevékenységet, tehát az érkezés az nullás kb. Azt azért tudja mindenki, újabb is a régiek ismerik, hogy az érkezési díjak részénél az önkormányzat rengeteg saját erőt tesz abba, hogy még mindig ilyen árszinten legyen tartva közész az érkezés. Tehát, hogy ez sokkal többbe kerül, az önkormányzat saját erőből 10 millió forint feletti nagyságrendet fizet pluszban. Úgyhogy alapvetően saját változásra csináltatjuk, hogyha külső egyéb szolgáltatót hoznánk be a rendszerbe, akkor ez még rosszabb. És van ugye a harmadik, ami az úgynevezett közfeladat ellátás. Ebbe tartozik az út, patkának a kezelése. Volt ugye már rá például az elmúlt évek, hogy fel lettek költve az útpatkák, például a kártyúzás is volt, hogy kellett venni, nem tudom, hogy fél tonna meleg aszfaltot, annak az elhelyezése, mert ugye a belső útjaink nem rossz állapotban vannak, de nem is túl jó. Tehát abban nem kritikusok magunk, ez kimondottan jó állapotban van. Ez mellett ugye végez zöld terület karbantartást, itt ezt a fűnyírásra értjük. Ez körülbelül 90 ezer négyzetméternyi területet kezelnek, ebben nincsen benne az Anglia kastélypark, az önálló van 87 ezer négyzetméter, hogyha jól emlékszem körülbelül. És ez mellett még a temetőt is karbantartják, remélem, hogy a képviselő testületi tagok, társak is egyetértenek azzal, hogy ez a munka, amit ők elvégeznek, az magas színvonalú, és tényleg nagyon szép munkát végeznek. Ugye arról már beszéltünk információ tiszteltési testülettel, hogy az, hogy nekem ugye viszonylag közvetlen kapcsolatom ügyvezető igazgatóasszonnyal, hiszen szerdánként mindig beszélünk, egyeztetünk, erről a forrás elhasználásáról egy tervet rendelkezésre bocsátott képviselő testület tagoknak, ami majd az elszámoltatáshoz is hozzá tudja segíteni a tisztelt képviselő testület tagokat, és ugye mindenképpen december 31-ig erről el kell számolni. A cég egyébként szükséges lesz a jelenlegi közszolgáltatás szerződést újra kötni, pont azért, hogy az ilyen likviditási helyzetek ne alakuljanak ki. Tehát az a munka, amit elvégez, azt fizesse ki az önkormányzat. Mert különben ilyen döntéseket kell hozni, ami senkinek sem jó. Szeretném kérni a tisztelt képviselőtestületet arra, hogy az előterjesztésben szereplő 6 millió forint likviditási támogatást adjuk át az 5 millió non-profit Kft.-nek, amiről ő 2023. december 31-ig elszámol, viszont céljegyzetbe ügyvezető igazgató asszony, hogy jövő hét péntek azt megfelel, jövő hét péntek küldjön egy részletes alátámasztást, arra, hogy ebből mégis ilyen számára kerülnek ki.
megközelítése milyen tevékenységre fogja szállni. Ha valaki ezzel egyetért, azt kérem készeltatással jelezze. Köszönöm szépen, akkor 5 egyetért, aki nem ért egyet, 2 nem ért egyet, 5 igen, 2 nem. Én mindig kérnék a jegyzőasszonytól, hogyha van olyan lehetőség, hogy soriban a második határokkal nem lehet szakaszni a pénz látunk. Persze. Van. Én meg annyit szeretnék kérdezni, hogy én egy élményességi észrevételt fogok a jegyzőkönyvhöz, mert igazából a költségvetés nem úgy lett tervezve évekre visszamenőleg, tehát 17 óta a költségvetést úgy kellett volna tervezni, hogy az összes feladat fel van sorolva itt, ami átadásra kerül. Tehát ugye a feladat ellátási szerződés nem arról szól, amit valójában a valóságban, tehát a gyakorlat és a leírás, tehát a szerződés nem fut össze. Én ezt a polgármesterúrnak jeleztem, ez a szerződés ez most került elő, és én ezt leírtam igazából, hogy én a régi dolgaiért, meg az ezégi dolgért se kívánom felelősséget vállalni, mert tehát adhok jelleggel történtek pénzátadások úgy, hogy nem volt volna testületi döntés, nem számolt be a non-profit kerettél a működéséről, sőt a felügyelőbizottság tagjai sem lettek a testület által jóváhagyva. Ezek törvényességi észrevételek, a testület ezen kívül úgy dönt ebbe a kérdésbe. Én ezt most szeretném csatolni a jegyzőkönyvbe, ez mindenkinek kiosztom. Igen, köszönjük szépen. Én meg még kiegészítésként szeretném hozzátenni, hogy a jegyzőasszony hogy egy éve végezett feladatot, azt szerintem súlyos hiba, úgyhogy azt mondom, hogy ez nem állt rendelkezésre, hiszen az iktató dokumentumok között megvolt, és inkább majd a munkavégzésre utal azt, hogy ő ezzel nem foglalkozott, a költségvetés elfogadása, megtervezése, elkészítése, illetve az asszonyhoz tartozott. Ezt nem is tudom, akkor, hogy gondolta, hogy elég terjesztette annó, de én támogatom a feljegyzés megküldését a törvényességbe, természetesen az itt elhangzottak kapcsolatban minden vizsgálatnak szívesen alávetem magamat, ugyanúgy szerintem az ügyvezető igazgató asszony is, hiszen a cég által elvégzett tevékenység azok pontosan alátámasztatóak és igazolhatóak, és ennyit megjegyzést tennék. Erébe esetleg én valamit szeretném. Én annyit fordítam a könyvelőn, amit nem így mondhatom, hogy nem tudom, hogy az önkormányzat követését végzi. Ez titkos vagy nem titkos, hogy nekem az az észrevételem, hogy ez a zöld lapon írt non-profit KFT, egy kicsikét tanultam pénzügyet, és ez a KFT, ez már meghalad, non-profit, ez már meghaladja szerintem, mivel annyi pénz vándorlás volt rajta, hogy ez biztosan non-profit, és az a, hogy mondjam, nem más néven kell ezt a céget, vagy másnak a besorolása neki? Nagyon jó. A foglalkoztatás, vagy a létszám, meg a vagyon, ami átmegy ezen a cégen. A ön tanult pénzügyet, tisztán látszik. Én is tanultam, ez keveset. Én is keveset. Jó. Ez úgy történik, hogy maga a név, van most egy olyan szabályterzet 2025-től, hogy nem használhatja a non-profit kártyát, nem szerepel valami listán. De a non-profit közvetlen az azt jelenti, hogy a vállalkozás a termel eredményt, üzleti eredményt termel, akkor azt nem lehet kivenni osztani ki, hanem azt az üzleti eredményt a cég működésére kell fordítani. Tehát a profit benn marad a cégben. Ennyit jelent a non-profit. És van egy másik pontja, az, hogy ha véletlenül a testet úgy dönt, hogy megszünteti a vállalkozást, és azt mondja, hogy menjen, akkor a cégben lévő vagyon, ami benne van, azt non-profit szervezeteknek kell továbbadni. Még a tulajdonos se kaphatja meg. Tehát amennyire a testület majd hoz egy ilyen elhatározást, szeretné megszüntetni az önkormányzat gazdasági társaságot, a benne lévő embereket vissza akar helyezni az önkormányzathoz, vagy esetleg el akar őket tanácsolni,
akkor előtte én csak javaslom, hogy hozzák meg azt a döntést, hogy alakítsák át a céget, és nem a profit legyen. Jó, és nem a neve, igen, hanem alapvetően az egy kérdezem, ami így nekem szemet szólt, igen, hogy igen, amit a könyvelő is leírt, hogy a KFT nem non-profit. Igen, de ezt a könyvelő mondta, mert én megkérdeztem, hogy a cégbíróságon át kell leíratni a nevét, és ő mondta, hogy nem kell átíratni, mert hogy maradhat non-profit. Oda van írva a munkának az egyik részét. Jelenleg maradhat még non-profit. Igen. Egy, akkor a nev, mert hogy ez csak a nevében van benn. És az a szabály ér rá, amit én keresztem, hogy nem lehet kivenni belőle a hasznot. Mert azt vissza kell fordítani. Ezért van az, hogy tök rendes infrastruktúrája van az önkormányzati gazdasági társaságnak. Komoly vagyonok van. Tehát a többször szóval került az Albert Mihály személye az, ezen a testőtülésen. Szerintem az Albert Mihály zseni volt, a HHF-es forgalmi rendszám Suzukival és utánkutóval működtette a falut. Ahhoz képest van az önkormányzati gazdasági társaságnak X autója, olyan eszközpartja van, ami irigylésen nyújtó profitorientált gazdasági társaságoknak is. Tehát mindene van. Van ugye csarnok, ami mondjuk önkormányzati tulajdon, ugye az iparterületen, de hogy van. Jó. Akkor megjegyzésünk a részvételeket vettük, akkor jegyző azt mondja, hogy majd csatolja hozzá a törvénység észrevételét. Oké, mi volt a következő? Szétfordulva a köszöntések. A szétfordulva a köszöntésénél ugye az arról szól, hogy október 8-án szeretnénk ismételten köszönteni a szétfordulókat. A köszöntés azt ugye az eddigi évek során is úgy volt, hogy megszerveztük, hogy ki az, aki eljön, ki az, aki hazamegy. És a vagy bocsánat, ki az, aki haza megy az életet értelmes, ki az, aki eljön, ki az, aki nem tud eljönni, mert esetleg mozgásában korlátozott, bár ilyenkor az önkormányzati kollégák, illetve az önkormányzati non-profit KFT-nek az alkalmazottai be szokták őket hozni, haza szokták vinni, a testületi tagok segítenek felszolgálni az ételt, minden ilyen akkor megvan, természetesen van egy ünnepi kicsi műsor is, és ugye én akkor nekem azon javaslatom, hogy mivel a cég rengeteg tevékenységet végez, és ezt is végzik, akkor ha már adtunk át ennyi pénzt, akkor végezze ezt a szolgáltást, és most számoljon el róla. És a másik, hogy ugye az is fontos, hogy az időseket, a nehéz időszakban, mert hogyha hozzájutnak olyan alapélelmiszerekhez, amiket ők a mindennapokban használnak, és akkor itt is 364-65 feletti személy van ma talán csetényben, 362, nem tudom pontosan, akkor az ő támogatásodat is így módon valósíts majd meg a gazdaságtársán. Tehát Istenhozából a döntés az annyi, hogy a szétkorúra napjának megszervezését azt adjuk feladatunknak az önkormánynak, oldja meg, és a számomra elról. Plusz forrás erre fontos, plusz forrás erre nem biztos. Jó? Elfogadjuk a tisztelt képviselőtestület tagoknak. Kérem. Oké. Igen. Csatlakozás 20-20-a ösztöndi pályázathoz. A minden évben, amióta megszüntettük az iskolakezdési támogatást, azóta csatlakozunk a 20-20-ához, ahol gyakorlatilag a felsőoktatásban résztvevő fiatalok, akik tanulmányi eredményükkel, illetve anyagi vagy családi helyzetük miatt támogatással juthatnak be igényt. Ezt a hozzáadott támogatást a magyar állam és az önök és a vállaló önkormányzatok közösen adják, és 750-800 ezer forintot szokott el az önkormányzat jövőre kifizetni évben. Ez most kizárólag az, hogy beadjuk a pályázatot, hogy ez még ne kelljen külön testületülést tartani, beadjuk. Én szeretném kérni, hogy ezt a jó szokásunkat a jövőben is tartsuk meg, hiszen ez tényleg valós segítség a gyermekek számára. Most Petri, csak kérdezem, ez mit lehet, ha 50 körül van? Valamint ez valós segítség a tanulásban résztvevőknek. Jó? Ezt ha elfogadjuk, ilyen készletetésre jövőzünk. Köszönöm szépen. Iskolák felvételi körzetének meghatározása, az előterjesztés bizonyára valamelyik részéről ismert. Csetény körzete, az Szátán és Csetény tartozik hozzá, Mármelyen is meg felvételéhez. Pont. Ha valaki ezzel nem ért egyet,
módosítási javaslat van, egyébként ezzel sajnos nem tudom mit kezdeni. Megöljük? Elfogadjuk? Hozzatok? Vagyok? Köszönöm szépen. Következő az vegyes ügyek, a gyermeket nevelő családok támogatása, de ezt követően tárgyaljuk majd a legnagyobb iskolakezdési támogatás kérdése. Szeretném tájékoztatni közé van a tisztelt képviselőtestületet, hogy település szociálisan érzékeny, eddig is az volt, és ezután is az lesz. Mindenki, aki rászorul, egy problémája van, segítünk. Adunk, hol az önkormányzat zárkülésen dönt arról, hogy egyedi támogatást nyújt, de ugye mindig megnézzük a bérpapírokat, ha kell helyszínpontban megfolytatunk. Tehát tényleg sok-sok mindent teszünk ennek érdekében. A testület elé fognak kerülni majd ilyen döntéseket, közösen hozzuk. Nagyon szegénységünk sajnos. Itt, mivel ugye itt a kettőt egy kicsit így összevonnám, beszéltünk arról már többször múltkori testületülésen és előtte is évekkel. Azért lett el, azért kivezetve a pénzalapú támogatás, mert nem feltétlenül biztosít, nem feltétlenül győződhetünk meg róla, hogy az a pénz, az a gyermekekre kerül felhasználásra elköltésre. Ezért nekem az lenne a kérés és javaslatom a tisztelt képviselőtestület felé, hogy, hogy különítsünk el a 2023-as költségvetési tartalék tervére 3 millió forintot. Dolgozzunk ki egy olyan javaslatot, ami tárgyi eszköz jelent, hogy tárgyi, nem ajándékot, hanem ajándék, akkor még adót is kell fizetni, hogy tárgyi támogatás jelent, és akkor ennek a megszervezését valósítsuk meg, és ezt majd adjuk át a családoknak, a gyerekeknek, ugye ez egy adatszolgáltatással is jár, de amikor már megvan, hogy mi az a tárgyi ajándék, amit adunk, akkor bizonyára a szülők is szívesebben teszik. És ugye a tárgyi adománynál ugye hasonló, mint ahogy a kisgyermekeknél van, alapvetően itt is csetén címmel megjelenik, jobban kötődnek hozzánk. Ennek van egy ilyen IR vonzata is, természetesség szerint itt vagyunk és ezt csináljuk. És a településünk kérdemű törekügy. Nem tudom, ezzel kapcsolatban esetleg a 3 millió forintot is most ez egy irányszám, természetesen amennyiben többet fog kerülni, mert több gyermek van, ugye durván 10.000 forintról beszélünk el gyermek, akkor majd hozzáteszünk, amikor pontos adataink lesznek, azt a célt szolgálja, hogy ilyen szintű támogatást is biztosít a település. Jó? Kérem, aki ezt elfogad, azt kérem készletartásra lesz. Köszönöm szépen, hét igen. Mivel az előbb szavaztunk arról, hogy a gyermeket nevelő család támogatását az előzetes megbeszélésekor 10.000 forintban határozzuk meg, így szeretném megkérdezni valós rendben képviselőtársát, hogy a polgármester, hogy az iskolakezdési támogatás folyosítását akkor vegyük le a napi rendről, hiszen így módon a gyermekek megkapják a támogatást, hogy elfogadja ezt a javaslatot. Igen, én úgy jöttem ide, hogy ez minden államot be fogom terjeszteni, de így, hogy meg lett kontrázva az ügy, így látom, hogy biztosított lesz a gyerekeknek, fiataloknak ez a támogatás, és abban jutottak meggyőződésre, hogy itt talán tényleg oda is kerül a gyerekhez. És ez a fontos számunkra. Jó, így van. Igen. A gyerek az hány éves korban mentik? Középiskolás. Hát ez a, vagyis a bölcsődétől, aki intézménybe jár, és azt majd döntünk arról, hogy szerintem a főiskolásoknak, a múzeumkerekben, vagy jelentős támogatást kapjóról adunk el. Ez majd határozom a keret, hogy hány van. Ugye most az előzőnök, amit mondom, döntöttünk, hogy kidolgoztuk ennek a felhasználásnak, és ezt így tudjuk vinni. Jó? Oké. Okay. Jó, akkor ezt levetjük a napirendről. Ez elő szavazni, mivel lesz a napirendről? Igen, mert előterjesztés.
tűnt, a gyermeket nevelő családok támogatására. Ez a döntés. Félre van a 3 millió forint. Erre a célra, 2023-ban. És arról is döntöttünk, hogy az októberi testület ülése elkészül egy normális előterjesztés, ami meghatározza a keretrendszerét, hogy hogy kapják meg a támogatást, az a tárgyi eszközt a gyermekek. Milyen módon is mit kapnak. Jó? Oké. Okay. Következő napi rendi pont, a Kármán Attila képsütást terjesztette be, a Rákóczi utcában elhelyezett fekvőrendő felvételének javaslata, akkor hogyha nincs hozzá egyéb kiegészítés, akkor egy szavazásra bocsátom, hogy ki az, aki támogatja azt, hogy a fekvőrendőr felszerelésre kerüljön a Rákóczi utcában. Akkor szeretném megállítani, hogy Somogyi Barnabást és Kálmán Attilának javaslata az, hogy az általános iskola előtt elhelyezett fekvőrendőrök felvételre kerüljenek. Ki az, aki nem támogatja a javaslatot, hogy a készfektetésre jelezze. Köszönöm szépen, 5 ellene, így maradt a fekvőrendőr. Nagyon szépen köszönöm tehát akkor a fekvőrendőr melletti döntőket, meg ilyeneket szüntessük. Igen. Tehát, hogy jó, akkor a mai testületülés kicsit hosszabb sikerült, mint terveztük. Én szeretném megköszönni valamit a képzőtársnak az aktív közönműködést ezen az ülésen. Van előttünk 9 hónaphoz 3 ráadás. Én bízom benne, hogy ez az időszak jól fog eltenni, és tudjuk tovább menni a település idejét és előrehozítani. Az SMS kidolgozó, az új SMS létrehozásáig sűrű testületülésekre kell majd számítani. Néhány havonta. Jó, akkor a rendes ülést akkor így mondom, hogy ezt berepeszteném, akkor áttérünk a szociális kérdésekre az átülésnek. Köszönöm szépen.